A Bükki Nemzeti Park igazgatósági szlovákiai partnere az elmúlt években számos sikeres programot hajtott végre közösen. Tapasztalataik szerint a határ két oldalán található természeti értékek és a biológiai sokféleség fenntartása csak szoros együttműködésben valósulhat meg. Tavaly októberben indult legújabb közös pályázatuk, amelynek során a Heves-Borsodi dombság, illetve a szlovákiai Csereshegység és a Budvai dombság élővilágának állapotát mérik fel. Gondolok a vizes élőhelyek felmérésére, illetve a terrestri szárazföldi élőhelyek felmérésére. Egyaránt ez jelent védett és fokozottan védett növény és állatfajok felmérését, jelenti a gombák felmérését, illetve emellett vegetációtérképek és elterjedési térképek is készülnek. Ezek fogják megalapozni reményeink szerint a terület további természetvédelmi kezelését, illetve a Natura 2000-es területek fenntartási terveinek elkészítését is szeretnénk ezzel alátámasztani. A terepi kutatási munkák egy hónapja kezdődtek meg, emellett a magyar és szlovák természetvédelmi szakemberek szakmai továbbképzéseken is részt vesznek. A pályázat az Európai Unió támogatásával 504 000 euróból valósul meg, és 2014. szeptember 30-án zárul.